Köszöntöm Révész Attilát, a Kisvárda sportigazgatóját. Gratulálok a mérkőzés végéhez, hát igazi remek teljesítmény volt. Megkérem, értékelje a mai mérkőzést. Én pedig a hazaiaknak szeretnék gratulálni, úgy érzem, hogy megérdemelték a győzelmet. Elsősorban az első fél idei hozzáállásuknak köszönhetően, amely számomra teljes mértékben érthetetlen volt. Egy olyan 10-15 percet láttam, amelyet már régen nem. És az utóbbi időben, ezt meg kell említenem, Magyarországon divattá vált, hogy játékosok megbuktatnak a kényelmükkel, a turpisságukkal, a csalásukkal edzőket, stábokat. És az elmúlt időszakban nagyon sok edző távozott, mert más elvárások vannak a csapattal szemben. És most láttam azt én is, hogy nálunk is van néhány olyan játékos, akik nem a megbuktatás, hanem inkább az alibizést és a takarékon való teljesítmény leadást tartják fontosnak. Olyan játékos is van, aki a szerződését aláírta hosszabbításként, és azóta nem futott 500 méter. Most az első félidő derekáig a masszőrön többet futott, mint ő bent a pályán. Nyilván ezeket láttuk, hogy szünetben már ki se jöttek, de ezek olyan dolgok, amelyen sürgősen változtatni kell, és természetesen nagyon sok helyen nincs meg az edzőknek a lehetősége, viszont nálunk ezt nem tudják megtenni. Itt más viszonyok uralkodnak, itt nem a klub fog bukni, hanem a játékos. És ez már a közeljövőben megtörténik, még akkor is, hogyha a játékos képessége lényegesen jobb, mint aki adott esetben a kispadon ül, de a teljesítmény leadása a legfontosabb, annak kell első körben, illetve a motivációnak, az alázatnak első körben megmutatkozni. És ez nem lehet, hogy a többieknek, a többi játékosnak a kedvét roncsa, a klubnak a szándékait, a céljait elvegye. Ezeket a játékosokat nem csak a mi klubunkból, hanem más klubokból is a vezetőknek azt gondolom, hogy valamilyen módon körön kívülre kell helyezni, és talán a későbbiek során azok a játékosok, akik miattuk nem kapnak helyet csapatokban, talán a fejlődésük folyamatosabb lehet, jobb lehet, és hogyha ők kapnak lehetőséget, akkor talán azt mondom, hogy a jó mentalitású játékosnak az ember még jobban elnézi a hibát is, mint a jónak a gyenge mentalitását, a gyenge hozzáállását. Úgyhogy ez a mérkőzésnek az üzenete, hogy amit most láttam, az számomra elképesztő volt, döbbenet. Nem is a teljesítményről kell beszélnünk, mert a két csapat közt azt láthattuk, hogy van különbség, főleg a második fél idő játékunkkal, ahol már nem biztos, hogy a legjobb játékosok, de a leginkább akaró játékosok léptek a pályára, és ha még van egy pici idő, akkor nagy valószínűséggel meg is fordítjuk a mérkőzést. Tehát látszott, hogy fizikálisan már közelítünk ahhoz a szinthez, amelyet korábban magunkénak vallhattunk, de az NB2-ben, főleg ahol ilyen jó játékosok vannak és szervezetten védekednek és abból jól indulnak, mint a hazai csapat, a mostani Ajka, ezek bizony nagyon nagy pofonnal érnek föl a többre hivatott vagy magát többre taksáló csapat ellen. És úgy érzem, hogy nagyon nehéz bajnokság elé nézünk, de minden egyes csapat, ami most látok az utóbbi mérkőzés eredményeket pályára lépett, az nem mehet biztosra senki ellen. Talán ez a legnagyobb üzenete ennek a mai mérkőzésnek is. És ha csak a cipőt tesszük ki a pályára, akkor itt már azt a különbséget az NB2-ben eltüntetik, mint amit a játékos gondolt a korábbiakban magáról. És hát ezért van a klubnak hatalmas felelőssége, hogy valamilyen módon gátat szabjon ennek, és tegye rendbe a dolgokat. És hát nem csak a Kisvárdára értem, hanem az elmúlt időszakban nagyon sok csapatnál előforduló tendencia, ott is azt javaslom, hogy mindenki gondolja át, és valamilyen módon próbálja meg ezt a folyamatot megállítani. A játékosnak a dolga egyértelmű, amiért fizetjük, azért végezze el a munkáját, úgy, ahogy mi is elvégezzük meg, ti is elvégzitek itt a késő esti meccsek után. Köszönöm szépen, ez egy igazán érdekes és aktuális téma, sajnos itt nálunk is, tehát betalált az üzenet, én azt gondolom.
próbál esetleg valami lépéseket tenni, összefogni a többi csapattal ez ellen, hogy ezek az alibiző focisták, ugye azért Magyarországon elég sok kritika érje a focit, hogy túl vannak fizetve, nem kell adózniuk, stb. És közben ugye ilyen problémák vannak, amit ön is mond, hogy hát alibiznek a pályán ezért a pénzért, amit ők kapnak. Tehát próbálnak összefogni az egyesületek ez ellen, hogy tényleg kirekesszik az ilyen játékosokat. Ez probléma, mindenhol nem lehet közösen ezt kezelni, ugye a közös szabályok azok megvannak. Az NB2-ben említettem már korábban is, hogy igazságosabbnak tartom, hogy a fiatal játékosnak mindenhol kötelezően kell szerepelni, ezzel nincs is baj, mert nem a fiatalokkal van most probléma, hanem azokkal, akiknek a csapat szekerét kellene tolni, akiktől joggal várhatjuk el, adott esetben magasabb fizetésért is játszanak, mint akik a padon ülnek. Azzal van probléma, hogy ők nem profi szemléletet képviselnek, és azokat a fiatal játékosokat, akiket szeretnénk, hogy kinőjenek, ha ilyenek nevelik, azzal kárt okoznak nekünk. Ez az igazság. Ezt a szemléletet, ezt írtani kell. Úgy is, hogy a klub rengeteget bukik rajta, ki kell tenni. Még abban az esetben is, hogyha sokkal kisebb esély van a kisebb játékosokkal, kisebb tudású játékosokkal esetleg feljutni és elérni a célt. De akkor ez másodlagossá válik. A fiatal játékosok nevelése és fejlesztése olyan profi játékosokkal, idősebbekkel történhet, akiknek a mentalitásuk ezt az egészet lehetővé teszi. De ha ezt látják a pályán, és így sérül a játékos, mint ahogy most is nálunk több, az büntetendő. Ezt meg kell állítani. Természetesen ennek többféle módja van, de nem lehet összefogni, mint amire a kérdés vonatkozott. Nagyon jó lenne, hogyha lehetne, de hát azért mondhatom, hogy más kluboknál talán kényelmesebb másodosztályban maradni, mert ugyanazt a pénzt megkapom ott is, mint a fentebbi osztályban, és nem kell annyit megfeszülnöm, illetve a jutalom, a prémium adott esetben kevesebb is lehet. Ezekkel nagyon nehéz ezzel a kérdéssel mit kezdeni, ugyanis úgy kell megoldani, hogy jó játékosunk is legyen, motivációja is legyen, ugyanakkor valamilyen módon a célunkat el is kell érni, adott esetben lehetőségként a feljutást, de nem biztos, hogy mindenki ugyanazt akarja. És mivel Magyarországon jelentős korlátok közt tudunk csak játékosokat igazolni, akár az NB2-ből vagy az NB1-ből, a magyar kontingensnek a szűkössége miatt, ezért az ember adott esetben külföldiekhez nyúl, akiknél a mentalitást azt nem mindig tudjuk az igazoláskor észrevenni, hogy tökéletes vagy nem. Valamelyest azért a mérkőzéseken ezt természetesen le lehet profilozni, a scoutok figyelik is őket, de ez a pályán derül ki, és már a sokadik mérkőzésen ez a probléma, akkor nem biztos, hogy mindig a szakvezetők a hibásak, hanem lehet, hogy a klubnak kell odaállni a szakvezetők mellé, és a szakvezetők igényeit, kéréseit teljesíteni kell, ha ezt a játékost elengedjük. De hallom én, hogy hát ez ide van bekötve, ez oda. Ezt nem, ezt le kell zárni. De nálunk mondom még egyszer, könnyű a helyzet, mert ezt én le fogom zárni már a holnapi nap. De a másik nagyon fontos dolog, hogy az ember, az edzőknél is ugye egy kettősség van, vannak olyan mérkőzések, vagy mérkőzés előtti felkészülési időszakok, amikor puhában bánik velük, már adott esetben a múlt meccsek jobban sikerültek, majd azonnal visszajönnek vele a játékosok. Ez az alsó, ez a játékosoknak ez a belső ösztöne, ez sajnos ez nem kiforrott, és ők is, hogy is mondjam, alapból kényelmi pozícióba válnak, amikor az idegek meg vannak feszülve, és érzik, hogy valami be van, akkor megmutatják, hogy én fontos vagyok, és akkor tudok jó teljesítményt is leadni, de a hosszú távú egyenletes jó teljesítmény mindennél fontosabb. És hát nagyon sok esetben mondjuk, hogy ostorra van szükség. A kettő között a pedagógia és az ostor nevelési eszközök között kellene valahogy megtalálni a helyes utat, és kell is. De mondom még egyszer, ez csak kifejezetten az edzők nem tudják megoldani. Ezt látom már most Magyarországon, ez hatalmas probléma. És én is ugyanilyen problémával küzdök, hogy milyen típusú edzőt hozzunk. Ugyanis, hogyha egy nagyon szigorú, nagyon kemény edzővel, aki diktatórikus eszközökkel nyúl be a csapatba, akkor lehet, hogy a klubnak az értékeit, az eszméjét, a céljait, a klubnak a kommunikációját, adott esetben a klubnak a gondolkodását teszi veszély alá. Ha puhát hozunk, akkor meg a játékosok ugye vissza tudnak élni vele. Nagyon nehéz megtalálni, ezért nem is lehet, klubnak kell megoldani az ilyen problémát. Mindig az adott helyzet, az adott kis lokációnak a problémáját tud ez lenni. Köszönöm szépen a kimerítő választ, kérdések. Tiszteletem, Balogh Edők a West Union-nak a Palakai szótól. Olyan kérdés, hogy Feszkó Tamás, akkor ezek szerint a játékosok
buktatták meg, ezt a szót nem használom. Tomi csalódott bennük, igen. Csalódott bennük. Ennek a folyamatnak lenni most végig. Én azt látom, hogy becsapták, mondhatom ezt, igen. Ugyanis a játékosok, akik nála sem szerepeltek jól, azok megmutatták, hogy tudnak futballozni az elmúlt két meccsen, de ma már újra azt a attitűdöt hozták elő, amit a korábbiakban. De a Tomi az egy intelligens személy volt, és nem akarta őket ostorral, vagy adott esetben pénzbüntetéssel megregulázni, de a klubnak megvan ez a jogosultság hozzá, és meg is fogják most kapni, nem sokára. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Krisztián. Köszönjük szépen a kimerítő válaszokat, jó utat és további sok sikert a csapatnak. Minden jót, viszont.